7 önkormányzati képviselő nyújtotta be lemondását Gyergyószárhegyen. Döntésüket azzal indokolták, hogy nem értenek egyet Kolcsár András korábbi jegyző újbóli alkalmazásával. Azzal ugyanis újra kezdődhetnek a korábbi viszályok a településen. Sajtótájékoztatón jelentették be lemondásukat Gyergyószárhegy tanácsosai. Szám szerint 7 önkormányzati képviselő, javarészt RMDSZ-es tanácsosok azzal indokolták lemondásukat, hogy nem értenek egyet Kolcsár András újbóli alkalmazásával. A korábban jegyzőként dolgozó Kolcsárt most a mezőgazdasági irodába alkalmazta a polgármesteri hivatal. Mi 2016-ban, amikor vállaltuk ezt az önkormányzati tanácsosi megbízást, azzal a szándékkal vállaltuk, hogy hozzájáruljunk Szárhegynek a fejlődéséhez, és azt a konfliktust, ami az előző mandátumban volt, nem szerettük volna visszahozni. A község polgármestere Dangul Ervin szerint politikai bojkottról van szó, hiszen Kolcsár András versenyvizsgán bizonyította rá termettségét az új állásra. Én úgy gondolom, hogy egy személyes okból, illetve politikai taktikából elkövetett bojkott történt, egy ilyen pucskísérlet a Szárhegyi vezetés megdöntésére, amit én feltétlenül elítélek, tehát én nem gondolom, hogy ez így korrekt volt. A polgármester állítása szerint egyetlen tanácsülésen sem hangzott el az, hogy Kolcsár András nem szabadna alkalmazni az önkormányzatnak. Szerinte a helyi képviselők mostani bojkottjukkal azt szeretnék elérni, hogy a soron következő önkormányzati választásokon az RMDSZ szerezze meg a többséget.